Tűz ütött ki a szolnoki vármegyeháza pincéjében. Három város tűzoltói is részt vettek a szolnoki vármegyeháza lángra kapott épületeinek oltásában. A kigyulladt épületet 120 embernek kellett elhagynia. A dolgozók az intézmény előtt várakoztak addig, amíg a katasztrófa védelem dolgozói a tűz elhárításán dolgoztak. Információink szerint az egyik pincében elektromos zárlat keletkezett, emiatt lobbant lángra a helyiség. A szolnoki közintézmény pincéjében egy megközelítőleg 8 négyzetméter alapterületű helyiségben égett műanyag, illetve pottárolt papír. Az esethez a szolnoki, a ceglédi, illetve a kunszentmártoni hivatásos tűzoltókat riasztották. Ők több porraloltóval, illetve egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Most jelenleg az utómunkálatok zajlanak, ami azt jelenti, hogy átszellőztetik ventilátorral az épületet, ugyanis az alagsor fölötti rész is füsttel telítődött, illetve a felgyülemlett oltóvizet is szivattyúzzák ki az alagsorból. A vármegyei kormányhivatal egyik dolgozóját, aki az oltási munkálatokban segítkezett, füstmérgezéssel szállították el a mentők.